csingadj, Kukira, soha nem téves célt! Meghalsz! Vigy magad! Nagysikerrel debütált múlt szombaton a Vilkos Hulibélet idei évadának nyitó előadása. Mark Twain főhőse egy valódi Tom Sawyer nevű fiúról kapta nevét, végül a főszereplőt három karakterből gyúrta össze az író, a darabbéli Tom egy 12 év körüli árva gyerek, akit nagynénje, Polly néni nevel. Ő egy nagyon eleven gyerek, és egy nagyon rossz csont gyerek, ugyanakkor jó szándékú is, de mindig elviszi a hív, és elviszi őt a játék arról, hogy hogyan kéne viselkedni valójában. És mindent a játék mozgat, és a játék öröme. Mark Twain színjátéka remekül hozza azt a sokféleséget, amely földrészektől és koroktól függetlenül jellemzi a gyermekközösségeket. Tom Sawyer legjobb barátja, jóban és rosszban, Huckleberry Finn, az utca gyerek. Egymásra hatnak, egymást próbálják irányítani. Hát kívülről ránézve nem tudom igazából, hogy melyikük irányít jobban. Hát talán a Huck egy picit, igen, ő leleményesebb, annál fog az utca gyerekségéből adódóan ő találékonyabb. Mert a Tomnak azért mégiscsak ott van a biztos pont, a család, a Polly néni, hozzá mindig vissza lehet menni, abból kiindulni. A Hucknak nincs ilyen biztos támaszpontja. Mark Twain klasszikus műve már az első megjelenése idején, 1876-ban hatalmas sikert aratott, később pedig egyike lett a legnépszerűbb ifjúsági műveknek. A két főhős éjjeli csintevéseinek közepette szemtanúi lesznek egy gyilkosságnak, a temetői jelenet sorsdöntőnek bizonyul. Milyen csintevéseket és érdekességeket lehet művelni a valóságosan egy gyereknek. Azon kívül nagyon izgalmas ez az előadás, vagy ez a történet azért is, mert egy picit megmutatja, hogy a felhőtlen gyerekkorban is vannak nagyon súlyos történések, amire a gyereknek reagálni kell. És próbálnak mondjuk nem reagálni, de akkor is megérinti őket, és befolyásolja nem csak a saját sorsukat, hanem akár egy közösségnek az életét is, az ő döntésük. És itt egy picit meglátjuk azt, hogy egy gyerekből hogyan lesz egyszer csak felnőtt. Hogyan jön rá arra, hogy mi az a felelősségvállalás, mi az, hogy tartom a szavam, de dönteni kell egyszer csak, hogy mégis beszélni kell bizonyos dolgokról. Akadtak, akik azt állították, hogy Tom Sawyer még az Egyesült Államok elnöke lesz, ha ugyan addig fel nem akasztják, írta Mark Twain a regényben. A legendás történetből kiváló csapatmunkában egy igazán szívhez szóló előadás született, Hegedűs Ildikó rendezésében. Főbb szerepekben láthatjuk még Bende Ildikót, Jáger Andrást, Siegfriedát, a Vilkos Hulibérletes darab, díszlet és jelmeztervezője Győri Gabi, a mozgásokért Fehér Ákos a felelős.